12 éve tanítok a tanszéken. Az első években kifejezetten szociálpolitikával kapcsolatos elmélet és gyakorlati kurzusokat tartottam, mint például bevezetés a szociálpolitikába, vagy összehasonlító szociálpolitika, és emellett alapvetően szakterületemnek a területi és oktatási egyenlőtlenségeket tekintem. Már az egyetemi éveim alatt is leginkább a hátrányos helyzetű térségek problémái foglalkoztattak azoknak az embereknek az élete, akiknek a lehetőségei beszűkültek. Én azt vallom, hogy a tanítás az nem csak egy tudás átadási folyamat, hanem egy tanulási folyamat is, amiben mindannyian fejlődünk. Én is, a hallgató is, és én bízok abban, hogy nem csak oktatóként, hanem hiteles szakemberként is meg tudok jelenni előttük az oktatás során. Jelenleg a kurzusaim jelentős része a szociális munka BA képzéshez kapcsolódnak. Kurzusok keretében intézménylátogatásra megyünk a hallgatókkal, hogy olyan élményeket szerezzenek az ott lét alatt a hallgatók, amelyek később inspirálhatják őket arra, hogy a számukra megfelelő szakterületét válasszák a szociális munkának. Az egyik kedvencem az az iskolai szociális munka, mint kurzus, és az elmúlt 3 évben alapvetően azon dolgoztam, hogy ez a kurzus egyfajta modullá szakterületté váljon a tanszéken, és az ennek egyik eredményeképpen 2019. februárjától elindítjuk az iskolai szociális munka szakirányi továbbképzést. A városban dolgozó, gyakorló szakemberek együttműködésében, közös gondolkodásában jött létre ez a szakirányi továbbképzés, hogy végül kialakuljon egy olyan képzési program, amely valóban a szociális munka gyakorlatát és elméletét ötvözni tudja. Az oktatási és a területi egyenlőtlenségeknek az egyik számomra kiemelkedően fontos területe az alapvetően az, hogy hogyan tudunk hozzájárulni szociálpolitikusként, szociális szakemberként ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű térségekben élő embereknek és a következő generációnak, a gyermekeknek jobb életük legyen. Én amikor ezt a területet választottam hivatásommá, akkor azt gondoltam, és a mai napig is azt gondolom, hogy a mi kezünkben van a lehetőség arra, hogy olyan javaslatokat tegyünk, olyan visszajelzéseket tegyünk, nem csak a kollégáknak, nem csak a különböző gyakorlatban dolgozó szakembereknek, hanem akár a törvényhozóknak is, amelyekkel változásra ösztönözzük a törvényalkotókat.